Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és a This War of Mine-ból jelentkezem ismét. Egy újabb epizódot veszek fel vele. Eredetileg Rustot szerettem volna rögzíteni, csak jelenleg a szerver, ami játszok, valamilyen update-et fogad, és hát akkor így ebből is szerettem volna mindenképp tartalmat, ha nem is a hétvégére, de a hét első napjaiba, de akkor előbbre hoztam egy picit. Aztán meglátjuk, hogy az epizód végén föléled a Rust szerver, és akkor lesz Rust epizód is a hétvégén. Na jól van, akkor visszatöltjük a zállást. Ezt még mindig pénteken rögzítem nagyjából, úgyhogy a megfájdásom még a régi, úgyhogy iszom folyamatosan a teámat. Tizedik napon vagyunk, Pavel éppen hazajött, hozott egy csomó jó cuccot. Benéztem a korábbi epizódon végébe, úgyhogy sok mindent tettünk. Ez itt dolgozik, ezt meg ki kell lootolni. Ő fáradt, úgyhogy kicsit éhes is, de még annyira nem éhes. Ő fáradt. Jó, ő menjen el a húsokért. Nem, ő aludjon. És akkor ő megy el a húsokért. Hát, ha jön a kereskedő, és akkor kell, hogy legyen valaki itt. Elnézést, néha köhögni fogok még. De vélhetően, ha olyan ügyesen lejött, vélhetően hamar megoldódik már ez a köhögős dolog. Ő nagyon éhes, akkor őt megetetjük majd, hogyha visszatért. Most is sok húsit fog itt találni. Kiveszi a két húsit. Oké. Azt mondja, hogy rakjunk bele, mit tudunk belerakni, konzervhúsit, meg ilyet is. Belerakunk egy ilyet. Akkor is jól állunk. És megeszi a konzerve. Nem, bocsánat. Egye meg inkább ezt ő. Meg gyorsan. Jó, azok alszanak. Amit még terveztem. Ugye, hogyha jó belakik a... Meg szomorú is szegény. Na mindegy. Lemegyünk ide. Kicsit még áskálódunk vele. Aztán most legközelebb már a kemencét akarom megcsinálni, vagy egy kemencét, a kandallót. Mert tizedik nap, nem is tudom, már valamikor írtátok, hogy a 17. vagy melyik volt az a nap, amikor... Valaki az ajtónál van. Bruno a leggyengébb láncszemünk, ő fog ajtót nyitni. Katya, az meg csak hadáskálódjon. Na, beszéljünk vele. Ó. De rendesek. Lehet, hogy nekik segítettünk már korábban, most nincsen már meg pontosan, hogy mikor volt az, hogy valamit is ügyködtünk volna, de hát ez jó hír mindenképpen. Ugye kiássa a cuccokat. Könyvből, fából. Hát nem is tudom, csináljunk egy ilyet. Meg még egy ugyanolyat kell csinálni, azt mondom, kettőt. Ilyenhez még kell egy... Ja, megvan, oké, akkor készítsünk egy ilyet. Ó, föl kell, szuper a mester. Megnézzük, tud-e kandallót gyártani. Bruno legyártja azt a cuccot, aztán... Ő is fáradt, úgyhogy mehet aludni. A kandallóhoz mi kell? 18-6. Hát ezt legyártjuk. Jó, legyen itt. Oké. Okay. Jót tenni, némi alvás. Szuper. Akkor menj aludni. Katya az végzett. Oké. Okay. Ő pedig még ez gyorsan megnézi. Gyorsan nézi meg.
Azt hiszem még tudok egyet feszegetni, vagy kettőt a pajszerral. Lehet, hogy talán valami kincset, ez nagyon jól jönne. És még fönt van egy szoba, ami még el van szeparálva szerintem. Aha, van itt könyv, cukorka, víz, meg némi gyógyszer, meg ilyen fű. Oké. Okay. Jó, most te is mehetsz aludni, villám gyorsan. Azt mondja, hogy a... Megvizsgáljuk, hogy... Aha, fára, ez micsoda, ez update-eli fölfele. Jó, hát ezzel most nem tudok mit kezdeni. Ő éhes és szomorú. Hát most szomorú lesz szegény. Addig leültetem és megnézem, hogy mik vannak, amikkel gazdálkodhatok. Van egy pajszerunk, ami hát igazából még egy kettőt tud nyitni szerintem. Kell hoznunk rengeteg fát, mert az elfogyott, ahogy látom, fa az nem sok van. Három, meg ilyen összetevőt is hozok. Véleményem szerint visszamegyünk az szomlott iskola, talán az volt az, amelyikből hoztuk azt a sok anyagot. Oda még egyszer visszanézünk. Jó, hát szerintem ez ennyi volt, elnyomjuk a napot, mert nem sok ötletem van már, hogy itt mit lehetne tenni. Lebombázott iskola, ide fogunk elmenni. Nagy mennyiség éppen, néhány alapanyag, néhány fegyver, néhány alkatrész. Nekem nagy mennyiségű... Sok fegyver, nagy mennyiségű alkatrész, apró lakóépület. Nem tudom, itt voltam-e. Jó, de most ez lehet, hogy itt már voltam. Hát, nem tudom, mert a csendes ház itt voltak a... Hát most lehet, hogy lesre futok, nem emlékszem már, hogy ebbe voltam-e. Őrség, őrség, guberálás. Ja. Ezt elvisszük. Más nem. Legyen így. Hát megnézzük, lehet, hogy ez egy kifosztott ház lesz, amiben most megyek. Az már lehet, hogy kipakoltam egyszer. Nem, nem, nem. Itt elég sok minden van. Ide hogyan tudok bejutni vajon? Aha, felugrik. Aha, szuper, jól van. Ezt kuberáljuk ki. Jól van, itt még nem jártam, és itt sok alkatrész lesz állítólag. Ó, pont ilyeneket találtam már most. Fölmegyek itt a lépcsőn először. Megnézzük itt, mi van föl a padláson. Ide bekukucskálunk. Itt ül egy öreg asszony, vagy valaki. Ide is bekukucskálok. Itt van a csóka. Vajon elmegy onnan? Elment, jó. Lement alulra. Na, akkor bemegyünk. Kicsit kotorászok itt. Ide is benézünk. Senki sincs. Ott is fölkelt valaki. Lepújok. Na, mindenki lement, hogy most mi van. Nem tudom, hogy ezek veszélyesek-e egyébként. Kiabált, hogy jön. Jött az öreg anyó is. Az is, hogy leugrott onnan a létráról. Ja, ezek elég agresszívak egyébként. Nem tudom, hogy itt volt-e veszély.
Ide is bebújok. Na. Nem tudom, hogy ezek bántanának-e egyébként. Becsukjuk ezt az ajtót. Itt egy kicsit kotorászok. Bebújok megint oda. Na, nincs mozgás igazából. Nagyon. Hújjúj! És hogyha elfutok futás a kijárathoz. Ajjaj, ez elég cinkes. Elbújok, ez már késő. Halálosan sérült, az durva. Ez mi itt egyébként? Ennél fej, ennél kés van. Hoho. Az a baj, hogy nem fog tudni elfutni. Ezek az opciók, itt tudok így lövöldözni, meg minden. De ez innen, hát... A feszítővas az fegyvernek minősül? Hát, el kell, hogy hagyjam az objektumot. Futni nem tudok, sajnos. Annál is van kés. Annál is van kés. Pávol meghalt, ettől tartottam. Na hát ennek annyi lesz ennek a történetnek. Nagy valószínűsége Pávol volt az egyetlen, aki ilyen túlélhette volna ezt a dolgot. Azt nem néztem, hogy erre a házra ki volt-e írva az, hogy veszélyes. Úgyhogy hát ezzel így jártunk. Mindegy, hát ez van. Így kell túlélni, ahogy éppen alakul. Hát most van egy Brunónk, aki nagyjából áruló szokott lenni. Nem tudom, a többieknek a hátizsákját majd le kell csekkolnunk. Hát gondolom, ezek most nagyon szomorúak lehetnek. Mondom, Kátya lehet még rosszabb, ő már depressziós frankon. Oké. Na hát. Éhes. Bruno mennyire éhes? Ő nagyon éhes, akkor ő fog enni egy leveskét. A csaj az meg eljön ide és kiszedi a húsit. Ajjaj, ez nem jól indult ez a dolog. Hát húsunk az most azért akad. Rakunk bele megint egy ilyet. Jó, hát ez megvan. Ez megvan, és akkor el is mehet aludni szerintem. Jó, nekiállunk akkor a pálinka projektnek, szerintem. Megnézzük Brunót, most már jól lakott, hogy mennyibe, hogyan fáj nekünk egy ilyen pálinka főzde. Meg tudom-e oldani, vagy hogy mit kell hozzá szerezni, hogy meg tudjuk csinálni. Hát kell hozzá fa és fogaskerék, vagy mi ez, alkatrész, fa meg összetevő. Ja, ezek kellenek, oké. Hát... ő is megy aludni jobb híján. És mindenki alszik, itt lehet, hogy fölpörög az idő is talán. Nem tudom, elnyomjuk a napot. Ki marad itthon?
Azt mondja, hogy ő neki van 12, hát akkor ő megy guberálni. Ő meg őrségben van. Hát ez a legrosszabb kombó egyébként. Mit írtak róla? Ajánlod vigyázni. Oh, igen, akkor ezt szúrtam el. Itt is ajánlott. Ajánlott. Harcok mint megközelíthetetlen. Hát nem tudom, a kórház. Sok arapanyag, nagy mennyiségű alkatrész. Jó. Hát én elmegyek ide. Jobb híján. Pajszer. Én most elviszem ezt a cuccot, gondolom. Egyszer élünk, elviszem. Most az ének nem marad itt fegyvere szegénynek. Szegény áruló Brunónak, de hát mindegy. Rengeteg alkatrész kéne nekünk. Óvatosan, haver, rajta tartom a szemem, jó? Nem fogok rosszalkodni. Mennyire figyelsz vajon? Az egy katona. Mérges, hogyha lootolok? Ez mi? Gyógynövény. Jó, hát nekem végül is ez így jó. Ezeket a kis szemétdombokat átkutatom. Ó, még egy kis kaja is cseppent. Oda nem is kéne talán bemennem. Ide följövünk. Valahol itt vannak őrök még. Ez mit csinál itt? Ez valami kereskedő, meg beszélek vele. Ja. Ezzel meg bizniszelni tudok? Úgy néz ki. Szeretnéd adományozni a kórháznak? Hát azt nem. Mi? Micsoda? Hogy adok nekik kaját. Hát nem tudom. Wow. Ezt elfogadja. Jó, oké, oké. Na, nem, ezt vissza, kérem az összeset. Jó, ezt esetleg nem. Nem, ezeket nem akarjon adni. Egy cigit. Jó, akkor csak egy cigit. Így. Nem tudok ennyit cipelni. Áááá. Jaj. De kár. Jaj, de most miért nem tudsz ennyit cipelni? Tök jól ne tudnál ennyit cipelni. Jó, így viszont azért elég jó lett fám is. Jó, még azért keresgélünk, azért kidobjuk azt a azért növénykét. Ez zárva van. Jó, akkor fölmegyünk ide. Jó, kicsit fussunk, mert magánterület. Oh-ho. Rakok bele neki ilyet. De ha belenyúlok,
Jó, eltűnök. Ez is magánterület? Oké. Futási kijárat hozzá, ez az. Elég lesz. Remélem megúszom. Szerintem ezt megúszhatom. Jó, ez most összejött. Mégis tele zsákkal jöttem, mint a Mikulás haza. Szerintem rédeltek most tutira minket, mert Bruno volt otthon mindenféle cucc nélkül, úgyhogy biztos, hogy kirámolták. Mindjárt kiderül. Nem. Mákunk volt. Úgy látszik, ez a sok minden az segített rajtunk. Jó, most akkor egyelőre nem kell más. Nézzük akkor meg a... Nagyon éhes, akkor egyél valamit. Bruno meg mondjuk nézze meg a barkács holmit. Hát, hogyha össze tudjuk rakni azt a piafőzőt, itt van, jó van. Kicsánk egy ilyet. Hol legyen? Itt lehet? Nem, itt nem lehet. Itt lehetni. Jó, és hogyha Katya evett, akkor mehet aludni. Lesz piánk, akkor... Ja nem, ezt még csináld meg, légy szíves. Azt még szed ki. Hát most ketten vagyunk, úgyhogy bőven lesz kajánk. Oké. Jó, sem menj aludni. Megnézzük, mi kell a Páleszhoz. Na nézzük, itt a Bruno. Azt mondja, hogy kell hozzá fa. Fát azt tudok csinálni, csak könyvből is egyet. Megnézzük, hogy mi kell még bele. Szerintem kell bele cukor. Jó, jó, van cukrunk, minden van. Akkor készítsünk ilyen cuccot. Ó, de sajnálom szegény Pavelt. Azért jobban ment volna a biznisz, hogyha... Hogy állunk vízzel? Vízünk még van, jó. Oké. Viszont, hogyha elkészült a holmi, akkor gyere gyorsan le. Nézzük meg, hogy tudunk-e csinálni kést. Majdnem hoztam neked cigit. Hát azt nem tudunk. Nincs fegyverünk sajnos. Jaj, ne csináld! Nem használt el, ugye? 4... 8, talán nem. Vagy nem tudom, lehet, hogy elhasználta. Ó, mindegy. Na, még egy loot kört elmegyünk. Elnyomjuk a napot. Hát... szerintem... most ő fog örködni. És őt viszem el... uberálni. És ugyanoda megy hotel. Ajánlott vigyázni. Nincs valami, ami nyugis. Nincs. Raktár, veszély. Bordély, veszély. Sok fegyver, néhány gyógyszer. Jó, hát tegyük a kórházba. Bruno nem kell kés. Bruno nem kár annyira. De mondjuk Katya egyedül marad, akkor biztos nem éli túl. Na, ittam egy kortyot, meg megütötte a mikrofont is. Na hát, most megint szólni fog a katona, hogy figyelni fog engemet. De őt nem ismeri, úgyhogy... Én még feljebb megyek ide. Sőt, még feljebb megyek. Mert itt van az a... Vagy nem tudom, itt van az a csóka. Mindegy, most nincs itt, akkor ebbe belenyúlok. Itt nem veszik észre talán. De az nem kell.
Az nem kell nekem az a passzúj, ami abba volt. Bemegyünk és bezárjuk. Ne is lássák, hogy itten guberálok. Na, itt vannak lehetőségek. A kórházba. Ó, ez jó, ez jó. És ez nem is volt illegális. Ez magánterület, vagy magáncucc, arra vigyáznom kell azért. Cukor, meg ilyen. Talán, talán. Talán nem mérgesek rám még annyira. Mindegy, gyorsan megszedem magamat, aztán ezzel is visszalépek. A maci, az nem kell. Ezek betegek csak itt, úgyhogy azoknak nem hiszem, hogy gondot okoz, ha itt egy kicsit rámolgatok. Igen, én is beteg vagyok, kérdezz, hogy beteg vagyok-e. Most fám nem sok van igazából. Ez itt mit csinál? Ő is egy doktor. Akkor azt most nem lutalom ki, hogy azért ne utáljon meg teljesen. Itt is van egy doktor, most felmegyek ide a tetőre. Még belefér az időnkbe. Kell egy kis tempót menni. De ha futunk, akkor biztos követ jobban, vagy nem tudom. A gyógyszerrel kereskedsz, beszélned kell egy orvossal. A gyógyszerért jól fizetnek. Azt észrevettem. Ez zárva van. Ebbe belekukkolok. Ez egy gyógyszer. Elmegyek le a doktorhoz. Várjunk csak. Ezt még megnézzük itt hátul. Kapjátok el a rohadékot? Hát, ez szinkes. Most megint elnémultam, mert közben teljesen kész voltam. Talán nem lő rám a csóka, még el tudok futni. Úgy néz ki, hogy összejött. Hú, ez kemény volt. Bruno épp hogy megúszta, épp bőrrel. Nem tudtam elvenni a fegyverét, valahogy azokat ki lehetne lootolni szerintem azokat az őröket, de szerintem csak elájult, nem öltem meg. Hát, de lehet, hogy leütötte azt a katonát. De Bruno-nak milyen kemény közelharca volt. Hú, teljesen befordult. Ó, ki lettünk fosztva. Valaki megpróbált kirabolni, nem tűnt. Tűnnek túl nehezen, nem sikerült elhárítanom, szerencsém. Ó, jó, szerencsénk volt, úgy néz ki. Könnyebben sérült. Azt mondja, hogy akkor mi kell neki. Kötszer? Legyen kötszer. Vagy nem, nem kell kötszer. Akkor egyél. Egyél egy konzervet. Bruno, kérlek. Ne legyél nagyon éhes. Oké. Okay. Aztán menj aludni, attól jobban leszel. Jó. Megvan a pia. Ő depressziós, akkor is be fog piálni, szerintem. De hogy tudom megitatni vajon a csajt? Itt a pia. Azt mondja, ivástól könnyebben, mert legalábbis úgy tűhet. Ja, hát az kereskedéshez jó, de hogyan tudnám azt megitatni vele? Ja, itt van, akkor így áll egyet. Megnézzük, hogy depresszió ettől lemegye. Na nézzük.
Nézzük, milyen hatással van a csajra. Ó, részeg, oké. Okay. Akkor mehet aludni. Totál részeg. De legalább már nem depressziós. Bruno az még depressziós. Igen. Hát ez egy tartalmas nap lesz. Igazából az egyik alszik, a másik meg részeg. Nem baj, de lehet, hogy a depressziót meg tudjuk gyógyítani ezáltal. Bruno-nak a... Ja, az most gyógyul is, akkor érek ki, talán megúszom, nem kell ilyen. Ó, ki az? Hé, emberek, beszélnem kell veletek, jó. Bruno lesz akkor, akivel beszélsz. Utás Brunes. Katya most nem, jobb, ha nem dumál, totál részeg, még ilyenkor részeg, nem? Részeg. Ki kell aludnia. Persze, hogy maradhatsz velem. Még egy csaj. De maradhatsz. Valami baja van neki? Sebesült. Mi baja van neki? Kap egy kötszert. Bruno meg mehet mehet lealudni. Zlatana pedig be van kötözve, akkor elmehet ide. Na, már tud futni, jó van. Akkor csinál egy kis vizét a Brunónak, mert ez meg be kéne. Még mindig könyvből csináljuk. Kórház már lassan nem kéne visszamennem, azt hiszem. Ó, oh, még belefér. 4, 1. Most már nem szabad elpazarolnom a cukrot kereskedésre, de hát mondjuk, hogyha van cukrom, akkor inkább kell pálinkát csinálni belőle, és akkor abból lesz a jó cucc. Mindenképpen. No. Keményen ütöttek engem, azt mondta az Lata. Ja, ennek is elég szomorú sorsa volt. Na jó van. Akkor ő neki milyen a... Nem tudjuk a slotját, az meg később derül ki. Ő nem fáradt, csak sebesült. Na nézzünk egy kis leltárt. Ő részeg fáradt, ő könnyebben sérült, de gyógyul. Hát, nem is tudom, melyik legyen a... Ő ilyet csak lenyugodtam. Azt hittem, én kopogtak, de nem. Ja, annyira ne is üljél le, légy szíves, hanem gyere ide le. Ez vett ki. Gyűlik a kaja. Na sem fölébred a valamelyik... Ó, oh, fölébredt. Még mindig részeg? Ja, még totál részeg. De már kicsit jobban van. Le kéne ültetnem ide. Nem nagyon tudom irányítani. Jó. Ez megvan, akkor... Nem. Ma ülj csak oda. Téged akartalak beállítani, hogy tegyél bele húsit. Van ilyen rohadt gyümölcsünk, az mehet bele. Aztán, te nem tudom, mennyire vagy fáradt. Azért feküdj le. Ahogy, így van. Lassan Bruno is kialussza magát. Ő csak egy napja depressziós, neki még nem kell inni szerintem. Jó, szerintem ez így nagyjából jó lesz, lezárjuk a napot. Na nézzük. Jaj. Ojoj. Na mindegy. Jó, akkor ő meg sebesült, ő meg könnyebben sérült. Hát akkor ő guberál, ő őrködik. Hát az meg alszik jobb hián. Hát ez elég trénap lesz. Jó, hát elmegyek még egyszer a lebombázott iskolába. Azért, mert nincs sok cuccunk. Nincs sok cuccunk, és nincs sok emberünk se, és óvatosnak kell lennünk, nem futhatunk bele senkibe. És ha jól tudom, itt nyugi van. Még egyszer átkutatjuk az egész kócerájt, hát ha találok még valamit, innen nem tudok bemenni, jó? Gyorsan megyünk, gyorsan mozgunk, hogy mindent át tudjak nézni.
Oda föl valahogy. Aha, föl tudok menni. Jó, akkor ezt kiássuk. Sajnos ez eltart egy darabig. De akkor hozzáférek ehhez a cucchoz, ami még esetleg potenciálisan rejthet valamit. De errefele még szerintem nem sártam, tehát itt még azért vannak cuccok, amik elvihetők. Én ugye úgy gondolom, hogy ez még jól lehet ez a kör, csak az a baj, hogy ez elviszi a fél. Az egynegyed napod, vagy az egynegyed loot kör biztosan el fogja vinni. Minden eset addig iszok egy kis teát. Azt kell mondjam, Pavel halála után nem lett erős a csapatunk. Most mindenkinek valami baja van. Bruno könnyebben sérült, meg hát ugye ő az áruló jellem. Katya totál részeg, az meg mentálisan lett zokni. Hát remélem, ha kihozódik, akkor a depressziója elmúlik. Aztán van az új szerzeményünk, a nem is tudom a nevét, Zlata, vagy mi a neve. Ő meg komolyan van, meg van sérülő, neki még meg kell gyógyulnia. Hát itt lehet, hogy el kell vinnem majd a kórházba. Ja, lehet, hogy viszek egy kis gyógyszert majd a kórházba. Az Bruno is hozott haza. Ja, az lesz a következő körbe, az most már nem ebben az epizódban lesz biztosan, mert most ez az utolsó lootolásom, és akkor hazamentem, akkor lementem, és akkor ott lesz vége az epizódnak, de a következő körbe, hát remélem nem felejtem el, ezért nem érte meg ide befutni. Mindegy. Menjünk még lejjebb. Most én erre fele... Mehetünk erre is, mindegy, nem érdekes. Itt járkáltam szerintem. Úgyhogy... nem tudom, ide le tudsz ugrani? Nem tudsz leugrani. Ide viszont le tudsz menni. Menjünk le ide. Jó, erre fele tudunk-e menni? Ennyire tudunk menni, jó. Ide lemegyünk. Azok mik ott? Hú, mennyi cucc van ott. Itt lakik valaki? Alszik valaki. Vagy mi ez itt? Alszik valaki. Az fölkelt. Ah, szia. Jó, akkor nem megyek arra fele. Megyek erre. Az éppen fölkelt. Na, sokan vannak itt, akik csöveznek. Ó, végre valami hasznos. Tűzifának való. Hát azt gondolom, ez egy elég jó kis cucc volt. De még vissza fogok jönni, azt tuti. Itt rengeteg jó cucc van. Oha. Jó. Ezt nem most visszük el. Gyógyszer van otthon bőven. Viszont szerintem mehetünk, mert megteltünk nagyjából. Na mindegy, ide még lemegyek. Na, oda is lemeltek. Jó, itt mik vannak? Hadd nézek oda be az ágyatok alá. Vizecske, ilyesmi. Nem bántjuk. Megnézem, ide mi van írva. Hüttő mögött. Ja, na oda majd benézünk, de nem ma. Megyünk haza. Bruno elég jól összeszedte a cuccait, úgyhogy megérdemli majd a hazament a piát, csak el ne felejtsen ezeket, majd felírom, hogy Brunónak innia kell, következő körbe el kell menni a még egyszer ide a lebombázott iskoláig, mert itt még rengeteg dolog van, amit nem néztem meg, és akkor utána, hú, ez kemény, nagy ez a ház, nehezen jutok ki belőle, lehet, hogy hazasér időbe. Kíváncsi vagyok, hogy otthon a részeget meg a sérültet berédelik-e. De ez már a következő epizód történése lesz most, úgyhogy elbúcsúzok. Itt még ezt megvárjuk, hogy mi történt itt a srácokkal, akik otthon maradtak. 14. nap, lassan fűtenünk is kell, de most van bőven fa itthon, elvileg. Ó. Na. Ez jó.
itt fogok majd kilépni, most csak megnézem, hogy mi a helyzet. Ő könnyebben sérült, éhes. Másnapos, de csak simán szomorú. Jó, oké. Okay. Jól van, akkor megköszönöm a figyelmet, ez is elég hosszúra nyúlott az epizód, de akkor a következő részben majd folytatom a Bruno-nak a jobb kedvre derítését. Mi ez a... Ja, beszélgetni is lehet velük egymásra, és az is segíthet rajtuk. Szóval azzal fogok foglalkozni, hogy Bruno kicsit jobb kedve derüljön, és akkor nagyobb lelkesedéssel veti vele magát a lootolásba. Most ő fog lootolgatni, mert ha nincs itthon, akkor nem árul el senkit, ez a stratégiám. De most, hogy elmegyünk a kórházba, viszünk oda gyógyszereket is, és azért cserélünk mindenféle fát, hogy télire legyen bőven fánk itthon. Jól van, oké, okay. Köszönöm akkor a figyelmet, és akkor jövök hamarosan egy újabb This War of Mine epizóddal. Sziasztok! Yeah.